Egy település lakóinak nagy biztonságot jelent, hogy orvosa van a községnek. Szerencsére nem csak orvosa, de olyan rendelője, bárója, melyet megirigyelhet bárki. Dr. Kereskényi Zsolt családorvos ugyan a szomszédos Csengerújfaluban is ellátja a megelőző gyógyító munkát, de elismeréssel szól az urai viszonyokról. Most ugyan üres a rendelő, mert már vége a rendelési időnek, de így körülnézve is leesik az ember áll a csodálkozástól. Hát örömmel mondhatom el, hogy valóban egy ilyen kis település viszonylatában, amilyen ura, aki hát egy társtelepülése egy házi orvosi körzetnek, ilyen jelentős odafigyelés van a község vezetése, személyesen polgármester úr részéről, aki hát egy nagyon komoly és konstruktív partner. Körülnézve itt a berendezésekben sem lehet semmi kifogásolni való találni. Így van, az ANTS szokásos ellenőrzése is ezt állapította meg, és úgy kezelik, mondhatom ezt, a Máté Szalkai ANTS úgy kezeli ezt a rendelő, mint egy minta rendelő, amelyik példakép lehet a kis települések számára. Jártunk az idősek otthonában, és elmondták, hogy doktor úr ott is rendszeres vendég, illetőleg ide is úgy jöhetnek, minthogyha hazajönnének, tehát az idős emberek is hasonlóan vélekednek. Ez egy másik előnye ennek a szolgáltatásnak, hogy úgy mondjam, hogy együtt van a háziorvosi rendelő az idősek otthonával. Tehát gyakorlatilag ők átsétálnak ide, vagy én megyek át hozzájuk, és így rövidre van zárva a problémák megoldása. Laikusként körülnézve is úgy látom, hogy a műszerezettség is megfelelő. A műszerezettség is az előírásnak megfelelő, de azon túl, tehát a kialakítása a rendelőnek, ez a csempézés, ez az egész butorzat, ami hát vadonatúj butorzat, ez mind azt mutatja, hogy mennyire gondoskodik az önkormányzat itt az egészségügyi ellátásról és a betegekről. A vállalkozó orvosok jövő, azt mondják mostanában, persze akkor sem árt, ha odafigyel az önkormányzat. Az önkormányzat segítsége nélkülözhetetlen, különösen akkor, amikor a jelenlegi egészségpolitika látványosan eltávolodik a betegektől és az egészségügyben dolgozóktól. Ezt akár záromondatként használhatnánk, de én mégiscsak az optimizmus próbálom megfogalmazni, mert ilyen szép környezetben, ilyen modern körülmények között én hiszem, hogy a betegek is sokkal gyorsabban gyógyulnak, és tekintettel a rendszerességre bizonyára nem lesz gond az egészségügyel a jövőben sem, urában.